A gimnáziumban indított tagozatok, szakok is elősegítették a sikeresebb felvételt. Az érettségik hála Istennek jól sikerültek, sőt, még a korábbi, szerintem akkor is nagyon jó eredményeket produkáló dolgainkat is sikerült egy kicsit felülmúlni. Az utóbbi 4-5 évben szinte hajszál pontosan 1-2 század eltéréssel 4,6-os érettségi átlagot sikerült produkálnunk. Most az idén már csak gimnáziumi tanulókkal 4,25 százados lett az iskolai érettségi átlaga, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt bármikor elfogadnánk a jövőben is egyébként. Ennek megfelelően a továbbtanulás is úgy gondolom, hogy szépen alakult. Tanítványainknak a 65%-a jelentkezett, illetve került be a felsőoktatásba. A ránk jellemző módon nagyon sokszínű itt is a választék, hiszen kb. 11 féle egyetemi főiskolai karra kerültek be tanítványaink. Én úgy gondolom, hogy ezek most már azt lehet mondani, hogy bevált módon nagyon, nagyon szépen elősegítik ezeket a tanulmányokat, illetve általában az a tapasztalat, hogy ha bár erről pontos statisztikát nehéz vezetni, de az a tapasztalatunk, hogy ők meg is állják a helyüket egyébként ezeken az egyetemeken, főiskolákon. Még itt érdemes talán kiemelni a Debreceni Egyetemet, hiszen tanítványainknak általában fele vagy több mint a fele oda szokott felvételt nyerni a különféle karokra. Van egy megállapodás az egyetem és az iskola között. Ennek is voltak azóta plusz hozadékai. Vannak gyakornokaink, úgymond, tehát itt tanítási gyakorlatokat teljesítő leendő kollégák, remélem, de várjuk még ennek a programnak a kiteljesedését. Fogalmazott Tóth Barna, aki szerint sikeresen zárta az iskola az előző tanévet. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ezt lehet mondani. Itt is meg szeretném említeni a református középiskolák találkozóját, ami úgymond talán lelkileg is egy kicsit feltette a pontot az íre, és ezzel együtt úgy gondolom, hogy egy rendkívül nehéz, és nem is gondoltuk, hogy milyen nehézségekkel küzdő, de rendkívül nehéz, de nagyon szép eredményekkel és valóban jó mutatókkal záruló tanévet sikerült befejeznünk.